A Ludak és Szent Márton a püspökké választás körüli legendák kapcsán szoros kapcsolatban állnak a néphagyományban. Ezt választotta témaként Hájer Zoltán a roma művészeknek rendezett alkotótáborban. Ott találták meg a Ludak között a Márton, mert nem akarta a püspökséget, és én azt az illusztrációt akarom felhozni, hogy a Ludak Márton nem lesz rajta, hanem csak a Ludak lesznek rajta, amelyik között konkrétan azt akarom illusztrálni, hogy ne csak a Márton legyen a főszereplő, hanem a Ludak is ott vannak. Konkrétan ez nekem számomra nagyon is nehéz volt ez a téma, mert nagyon-nagyon sokan és több ember feldolgozta ezt. Bodi Barbara művész nevén Boba Szent Mártont, a püspököt ábrázolta. A szellemiségét, azt a mély belső hitét próbáljuk, amely Istennel volt kialakulva, mint egy baráti kapcsolat, ezt megragadni. És én ezt próbáltam a Szent Márton lelkiséget tükröző alkotásomban kifejezni. A festményekből a Herényiek házában rendeztek időszaki kiállítást.